Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan lehet egyedi tartalmakat letölteni mindazoknak, akik nem tudják, és hogy hogyan kell ugye elmenteni, és hogyan lehet majd később használni. Megmutatok, itt van egy kép, például itt ezen a jobb oldalon teljesen csupa egyedi tartalom van használva, minden le van töltve, itt pedig semmi sem, és mind a kettő szín ugyanaz. Itt a bőr, a szemöldök, a haj, a szem, a smink, minden le van töltve, itt pedig semmi. Nagyon sokat tud segíteni, viszont vannak nagyon sok hátránya is, majd azt is elmondom, meg beszélek róla, de akkor egyelőre most megmutatom, hogy hogy lehet letölteni. A websiteok linkjét, ez például thesimsresource.com, ott hagyom a leírásba, meg lehet találni. Ez az egyik oldalon lehet tölteni, idejük a downloads-re, Sims 4, és mondjuk legyen az összes, de itt vannak Sims 3-as dolgok is, és akkor itt vannak, hogy mint lehet letölteni. Engem általában inkább a hajak érdekelnek, úgyhogy Sims 4, és akkor ide jövök a hajakra, és akkor külön lehet választani, itt vannak a hajak. Egy másik website, amit én szoktam használni, és kedvelem, az a Sims 4 updates.net, ennek is ott hagyom a leírásban a linkét, és itt is lejövök, itt ugye pont hajakra vannak rajta állítva itt, de egyébként máshol is lehet, na mindegy, és akkor itt vannak ezek a hajstílusok. Én általában olyan szoktam letölteni, ezeket csak, hát én szálas hajnak, tehát elég olyan szálasnak néz ki, és ezeket letöltögetem, bár mostanában már nem annyira, inkább olyanokat próbálok letölteni, mint például ez egy ilyen, olyan, mint hogy a Sims kinezete lenne, bár mondjuk ez elég ronda. Ez is ilyen szálasoknak néz ki, és akkor ezeket mind, itt vannak a színei is, és aztán ide jövök, akkor mondjuk kattintok a következőre, most mindjárt meg is letöltök, és letöltök egy hajat, mindjárt megnézem. Például ez tökre úgy néz, mint a Sims-es, bár szerintem ez már van is benne, nem? Ez már, igen, ez például nagyon szálas, de ezeket ide lehet tölteni. Szerintem érdemesebb, úgy gondolom, hogy ezeket a hajakat letölteni, mármint az ilyen, nem ezeket a Sims-eseket, mert ezeknek fura színei szoktak lenni néha, meg nem úgy néznek ki. De miért keresek egy olyan helyet, például ez. Ezt úgy néz ki, mintha a Sims-be lett volna csinálva, ezt meg is mutatom, hogy kell letölteni. Egyébként gyorsan, tehát ennél, hogyha mondjuk ezt akarnám letölteni, itt ez például egy szemöldök, akkor ide rákattintok. Ez a másik website-nál van, ez a Sims Resource-nál. És akkor itt mindjárt betölti a képet is. És akkor ezeket a szemöldökeket le lehet tölteni, vagy ezt itt, és akkor a downloadra kattintva. A másiknál, ahol én ezt a hajat szeretném letölteni, az updates-en, akkor ide kattintok, itt a jobb felső sarokban van a download, és átütt egy másik oldalra, és itt van ugyanaz a haj. Hogy néz fog ki sapkába, és akkor nem erre kell kattintani, egy csomó reklám van, mindig oda kell figyelni, erre kell kattintani, rá kattintok, na most ez ugye behoz egy ilyet, itt se lehet, se kell sehova se kattintani, meg kell várni, itt ez a 3, 2, 1, bár aki letöltöget ilyen dolgokat, az már ismeretes ezekben, akkor ezt átugorjuk, és akkor mindegy, na most már idehozott, akkor ezt lehet, de kicsit körülményes tud lenni, na most ha minden igaz, itt mutatja, hogy le van töltve, ezt itt azt mondom, mutassa meg mappában, át is hozom. Ez, ha minden igaz, a letöltések mappában van, vagy akinek amilyen van. Én nekem ezt a download, ezeket meg külön a Sims-be szeretem letölteni, és akkor ez éppen egy ilyen WinRAR, tehát ez egy ilyen tömörített dolog, de általában nem mindig szokott ilyen lenni, de mondom, akkor ide szóval ide rakjuk ki, és ezek, amik nekünk kellnek, az mindig egy package file, szóval ezt mindig ki kell csomagolni, ez meg egy package file, és nekünk erre van szükségünk, packa package file. És ezt megfogom, és bemásolom, ezt Ctrl-C-vel is lehet, vagy jobb kattintás, ugye másolással, és ezt be kell másolni a Sims 4-be. Na most ez a, várjunk, hol van? Itt van. A Sims 4-be. A Sims 4 az a dokumentumokban van mindenféleképpen, tehát oda a gép, vagyis a játék magának elment a dokumentumok, azon belül az Electronic Arts, azon belül a Sims 4, és akkor ott fogjuk ezeket találni, és akkor itt nekünk az a mappa kell, hogy mods, úgyben így van írva, hogy mods, és akkor itt, hát, ha minden igaz, ez üres, ha még nem töltöttél le semmit, és nekem itt már itt van egy rengeteg, ez mindegyik package file, arra fontos odafigyelni, hogy ez csak package file megy, és ide elmondhatni, beillesztem, ez a beillesztést jelenti, vagy Ctrl V. És akkor most már ott van, úgyhogy ez a haj is most már elérhető a Sims-ben.
Szóval ennyi volt, csak be kell illeszteni ide, ebbe a mods mappába, amit letöltöttünk, most elindítom a Sims-et. Az is fontos, hogy a Sims közben nem menjen, mármint, hogy mehet közben, de akkor újra kell indítani, be kell zárni és újraindítani, hogy ezt a haját, amit most letöltöttem, be is töltse. Ha nem igaz, mindjárt elindul, és akkor megnézzük, hogy hogy is néz ki a játékban ez a haj, amit betöltötte. A hátrányai azok szoktak lenni, hogy nem mindegyik jó. Tehát nem mindegyik haj fog működni, van, amelyik hülyén fog kinézni, meg is mutatom. Mutatok rá példát, hogy az én enyémnél hogy néz ki. Sok nem tesz jót a játéknak, hogy is ilyen fura lesz. Tehát itt ide az elején megkérdezi, hogy ezek a mods, ugye úgy hívják, és hogy ezek mind azok, és hogy elfogadom, és igen. És akkor ide jövünk az emberszerkesztés, és akkor megkeressük ezt a hajat, amit most éppen letöltöttünk. Tökéletes pont nőnél van. Haj. És akkor ugye látni egy kicsit furcsább is. Tehát ez ugye szimszes, ez már nem szimszes, ez ilyen szálas. Ez is szálas. És akkor itt például a színek se ugyanazok. Ezért ez egyik hátrány, amit nem szeretek benne, az az, hogy a színek teljesen furák lesznek. Tehát nem az normális Sims színek, és akkor az utcán nagyon fura színű, tehát fel egy ilyen emberke sétál, ami nem néz ki túl jól. Ez az egyik hátránya. A másik hátránya az még az lehet, hogy például nem jól van megcsinálva a fájl, és akkor így néz ki a haj. Ez micsoda? Ezt nem tudtam megtalálni, melyik volt, úgyhogy még nem töröltem ki, de hát ez például nem szeretném, ha valaki az utcán így jönne szembe. Tehát van, amelyik nincs jól megcsinálva. És na nézzük, hol van az a haj, amit mi töltöttünk le. Ugye ez is letöltött, mostanában már inkább ilyeneket töltök le, amiknek ilyen, sokkal olyan eredetibbnek néz ki, mint a normálisak. Na de nézzük még, hol van. Megyek. Letöltöttem ezt is, és most már ilyen emberek mászkálnak az utcán is, már nem is tudom bele, nem tudom, hogy lenne beállítani, hogy csak nem tudom, ilyen esti hajna. Itt is van, le is van töltve, meg is jelent. Ez a haj, amit letöltöttem. Ezért is tetszik, mert ugyanazok a szimszes színek vannak benne. És egész jól is néz ki, mintha a játékhoz tartozna. Szóval így lehet, remélem tudott ez a videó egy kicsit segíteni. És óvatosan a letöltésekkel, de azért remélem, hogy valamennyire segített. Egyébként van egy csomó helyen, most egy gyors, így elmondom például, hogy a bőrt meg lehet változtatni. Itt ez a bőr részletek, skin details. És akkor ugye itt lehet ilyet rakni, meg ilyesmi, ami a Sims-el együtt jött, de ezek például nem a Sims-el együtt jönnek, például ez. Kicsit megváltozik tőle a szín. Mondjuk, hogyha váltok egy másik színre. Tehát ez sokat segít, meg itt is vannak pár ilyenek. Tehát ezeket a bőröket például itt lehet megtalálni ebben. És van, amikor nagyon sok minden egy más helyre megy. Például, hogyha leszeretném, pamukpőkének van egy ilyen kis hajpántja, és azt például nem itt a arcnál találom meg, hanem rákatintok ide, és akkor itt tudom megtalálni. Szóval van, amikor össze-vissza van, meg volt már olyan is, hogy ezek a kis négyzetek, amikben ezek a képek így össze-vissza voltak, tehát kilógtak a kép így a listáról, meg ilyesmi. Szóval néha-néha bekavarnak, meg tényleg úgy kell letölteni, tényleg én azt úgy szoktam letölteni, ami tényleg valóban nagyon kell, amúgy meg nem nagyon szoktam töltögetni, érdemesebb odafigyelni ezekre, hogy mi van letöltve. Nem, még remélem, hogy tudott ez valakinek segíteni, így ezt így gyorsan feltöltöttem, hogy azoknak, akik nem tudnak, tudnak így ezzel is élni, és akkor a leírásban meg lehet találni a linket. Sziasztok!